most mit vettetek? Van. Ott van. Látom, jó, de szép. Van még több ilyen feketés, de van kép is, mert... Megnézem, mit küldtetek. Jó, csak fenn voltam a Lizánál, nem láttam. Nagyon menő. Na, ezt a polda rakjuk az asztalodra mindjárt, jó? Kipróbáljuk. Csomagol ezt a pakod. A Ticának látom, hoztak kaját. Ez nagyon ízlet nekik, az a halas kaja. És hoztak... Ma is szeretne enni gyümölcsleves. Úgyhogy hoztak alapanyagokat hozzá. Ezt fogom megfogni. Neki még van sonkás tésztája ebédre, úgyhogy lesz finom gyümölcsleves ebédre. Elkészült a gyümölcsleves. Hát, hogy egy órakor tudjunk enni, fél óránk van még, nem fog addig kihűlni, úgyhogy kénytelen vagyok kiszeregetni őket kis edényekbe nekik, és akkor úgy betenni a hűtőbe. Találtam még áfonyát is, cseresznye van benne, eper, meg áfonya. Finom kis gyümölcsleves volt Noénak a kívánsága. Úgyhogy ezeket gyorsan behűtöm nekik. Nem a maradék evészet van vasárnap. Noénak van egy kis milyen szalonnás, tejszínes tészta. Lizának friss van. Neki pörkölt van okedlivel. Nekem tarhonyám gomba pörkölte. Hát ezt senki nem kért. Úgyhogy ez az enyém. Van gyümölcsleves, és akkor igen, a fiúknak meg nokedli van pörkölte. Nálunk a második a gyümölcsleves, mert hogyha beeszik a gyümölcslevest, ugye, akkor nem ebédelnek. Úgyhogy nálunk mindig az desszert. Ugye? Uh-huh. Az desszert kategória nálunk a gyümölcsleveske. Nagyon szépen esznek ezek a... Gyerekek, elkapja a gatyámat, Alex! Nagyon meg vagytok dicsérve. Húzzuk közelebb, jó? Neked is húzzuk közelebb. Nagyon szépen esznek ezek a gyerekek most hétvégén. Meg vannak dicsérve. Nagyon ügyesek. Na nézd csak! Itt vagy 6 éve, itt aludtál. Itt a Dudi. 6 éve. Ilyen kis baba voltál. Tudod, itt a pálmafa árnyékában aludtál itt a kint a teraszon. Ott alszol. Na, mit szólsz hozzá? Igen, jó, és... Lili, akkor még nem is lehet engem. A Liza? Nem, a Lili. A Lili? Dehogy nem, itt van a kicsi Lili. 6 éve a kicsi Lili. Hol? Hát itt van. Itt néz. Megyek. Megyek, megnézzük gyorsan. Hey, meg anyádat! Na nézzük. Nézzem csak, mit kaptál. De menő, csak apárnak mondjad, a másik oldalra kell tenni. Mert balkezes vagy, mondjad apának. Nem jó helyre tetted, apa? Nem jó helyre tetted, apus. Megye? Csak nem menj a lábujjamra. Jövök. Ó, de hogy van ez? Nem jön. Meg sem moccan. Nem jó. Várj, akkor várj egy picit. Na mindjárt, akkor megcsinálja. És akkor most már jó oldal. Elveszem a selfie botomat. Én már tudom, hogy kell felelősíteni. Jó, várj egy picit. Addig nem valamit be nem kapcsol. Kábelét mondja, összerakom, hogy nem mondjuk. Van egy. Tedd az ujját, nem is kell, csak hozzá. Ó, de jó. Hú, az igen. És még egy is van. Az már, ez nagyon menő. Kaptál ceruzákat is, úgyhogy lehet dolgozni. Igen, 27,2 fok. Ott annyi az ablaknál, ha jön be a meleg, itt meg 26,1. De ott... Aztán, jó, nagyon meleg. Hát itt eléggé most, igen. Meleg van itt neked fönt. Na, csücsüli, lehagy lássam. Kaptál egy párnát is, úgyhogy
Nincs nagyon, de nagyon magasan van ez így már, babám. Lejjebb kell egy kicsit ereszkedned. Nem följebb, lejjebb. Nem lehet, hogy súlyodnál. Na? Hú, a parketta. Úgy. Egy kicsit ide húzzuk. Most kikapcsolom. Húzzuk a nyomot. Papírral húzzuk. Jó, nagyon jó. Szuper. És lehet hajlítgatni is? Ó, de cuki. Nagyon jó. Úgy, nagyon szuper. Na, akkor fogsz tudni tanulni. Nagyon jó. Hát most sötét van, igen, mert meleg van, be van sötétítve itt nálad, igen. Hát akkor kell lámpad, jó? Kell. Föl kéne kapcsolni ezt a lámpát. Új, de jó! Nagyon jó. Hát kicsit szerintem hogy nem kell állítani itt a papírodat, nézzük, hogy mennyire irányítja be. És ez az oldala egy kicsit szerintem még nincs sötét. Lett. Szuper, meg lehet mozgatni igazából, odjabb lehet tenni, hogyha ha majd kell. Így nagyon jó. Nagyon jó. Tessék? Lehet irányítani, persze. Most csinálsz, amit akarsz, ez a te lámpád, ez már csak a te lámpád. Nézzük meg, mennyire sötét neki a lámpája. Nem zavar, oszony. Nem zavar, ugye? Éjszaka. Arany szíve. Nem láttam semmit. Éjszakai nem fogsz itt pampolni. Nem fog. De hogy fog? Ez az ő menő lámpája. Mert ő már nagy fiú. De ezért be kell állítani Na. Aha, én is. Hát persze, hogy beszállok. Na, hello, Kroki! Nem merem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jövök. Jó. Általában a 6-ra csukodik le. 1, 2, 3, 4, jaj, nem merem. 5, jaj, most tuti lefog, ugye? Tuti. Akkor gyorsan vedd el. Jó. Narizával próbálgatjuk, hogy melyik legyen a Oviba a szülinapi szettje. Ez egy esélyes, ez egy pólóval van, de nem mutatjuk meg, jó, ez titkos. Jó. Úgyhogy már kettőből tud a Liza választani, ami jó lehet, hogy Oviba így szednek csütörtökre. Jaj, de! Nagyon cuki! Jó, oké, ekkor ezt leveheted, vedd le. Jó. Szerintem ez szuper, és akkor kettő ilyesmi van, amit tud választani a Liza. Kettőből tudsz majd választani, jó? Izgulsz már? Igen. Édesem. Gyere, megjött a sínes videó. Sínes videó? Nem, hanem a filctollakat felhozta a Liza. Nem tudunk most kint videózni, sajnos, mert flexel a szomszéd, úgyhogy inkább akkor itt próbálgatjuk a kutyát. Hoppá! Beleléptél a krokodilba, és lecsukott, már nem beharapta a lábadat. Ezt akkor tedd el, jó? Pakold el oda. És akkor ezt kipróbáltuk a táblafilcet, ez szuper volt. Mit tudunk még kipróbálni? Várjál, Liza.
Ez melyik? Jaj, ez nagyon jó, de ehhez kell víz. Az a vizezős, és van egy ilyen tetoválós. Tetoválós és egy vizezősünk van, és a varázstollak. Azt? Jó, akkor a varázstoll lesz. Neked van itt van papírod? Na, van papírod? Nincs. De van, de hogy nincs itt a füzeted? Itt a füzetkéd. Na nézzük. Hú, micsoda rajzik vannak, így kézzel is van ebben. Szabad oldalunk, várj egy picit. Hát ezt telefirkáltad, Liza. Na, ott volt üres oldal, ott van egy. Na jól van, itt van egy oldalunk, oké. Na, varástól próba következik. Vegyük le a hegyéről ezt a fehéret, mert így védve van, tudod? Húzd le azt a kis fehér, kis bogyókát. Segítek. Jó, na. Rajzol a Liza, rajzolja csak nyugodtan. Azt húzd ki azt a pöcköt, vagy fogjad erősen a kupakot. Fogod? Oké, okay. Na most. Világítsd meg. Mit rajzolt a Liza? Vagy anya rajzol ide valamit? Nem láttok ugye semmit. Semmi nem látszik. Semmi az égvilágon. De jó, és az UV lámpával meg látszik. Juhú, hát hiszen ez csúcs. Na, ezt kapta a Noé egyébként Marci nénitől. Úgyhogy neked dobom a szöszöket meg ezeket a csetliket innen. Jó. Ilyet kapott kölcsön Marci nénitől, a logopédustól, a varázstollat, és akkor vissza kellett ugye adni, mert csak kölcsön megkapta. És rendeltem nekik egy pakot. Így. Csak majd ő választotta ugye te ezeket, a Noé meg ezt a hármat választotta. Ez mind ugyanolyan világítóstól, varázstól. Aztán ez is szintén sínes csomagban jött, egy ilyen tetováló glitteres toll készült. Hát erre nagyon-nagyon izgulok, hogy ez milyen lesz. Gyártva. Mint ha magyarul lenne ráírva. Tetováló filcek. Aztán rá van írva magyarul is, hogy tetováló filcek. Ja, hát ez de jó. Magyarul is rajta van. Igen. Nézd már, Liza, magyarul is. Magyarul is. Magyarul is, hát mindig tudnál olvasni. Jó szívű. Édes bogyókám, na. Ezt betesszük akkor ide, ugye? És akkor elosztjátok a... Opa! Hát érdepeltél, nyuszi! Jó. Nem menjünk bele. Beleteszed, Léci? Ezt kibontjuk, és akkor kipróbáljuk ezt is. Erről is írunk egy értékelést a sínen. Ó, tényleg ó, sablonok. Pontosan ezt ígérte, hogy vannak benne ilyen szép sablonok. Jaj, de szép, na tudunk neked karkötőt csinálni, ilyen szívecskéset. Igen. Vagy ilyet. Vagy ilyen pillangót, vagy bármit. Vagy ilyet. Uh-huh. Na jó, ez viszont kell. Itt van a selfie botom. Köszi, Egérke, a selfie botot. Ezzel akkor kipróbáljuk gyorsba. Na, Liza. Na. Akkor válasz ki, melyik tollat szeretnéd, melyik színű legyen. A kedvenc szín. Gondoltam, hogy az a szín. Oké. Okay. Mit kell ezzel vajon csinálni? Hogy kell ezt kinyitni? Jól nyitom? Én mit csinálok? Nem tudom. Jól nyitom. Vagy nem jól nyitom? De. Nem. Szerintem nem jól nyitottam. Nem kell lecsavarni. Aha. Ha nem. Így. Hú. Hát ez érdekes. Ez egy sima. Nem tudom, mit láttok belőle. Lehet, hogy semmit nem láttatok. Ez egy sima golyóstól amúgy. Nagyjátok? Sima toll. Na, Liza, Muti. És akkor melyik sablon legyen? Pillanat. És ez ilyen egyszer használatos? Vajon?
lehet. Pillangót rajzolják rá ide a kezedre, ide így? Igen. Ja, különben nagyon lehet jönni, és akkor nem. Lehet, hogy le tudom szedni, úgyhogy már még egyszer tudjuk használni. Na, hát akkor nézzük. Hát, hogy gyertek valahogy közelebb, mit láttok. Vagy ide, leveszlek titeket, gyertek. Na nézzük, talán így már láttok ki belőle valamit. Hát én nem tudom. Hú, hát ez olyan, mint egy... Egyébként, mint azok a... csillámos tűfilcek a Lidliben egyébként. Teljesen olyan. Valószínűleg így bőrre ezek jobban fognak, tehát nem úgy karcol, hanem úgy van a kis golyó kialakítása, hogy bőrre így szépen tudsz vele rajzolni. De jó, Liza! Hát ez tök jó. Oké, na és akkor egy pillanat. Levesszük. Hát bocsánat, a kis apró kis szőszeret kitépem, de leveszem. Na? Szép. Szép? Tetszik? Igen. Na, jól van. Kicsit furi. Mutasd! Lehet, hogy egy kicsit elbicsaklott itt nagyon kis vékony kez. Csináljunk valami szép virágot is, vagy mit csináljunk még, Liza? Csináljunk egy virágot, egy virágot. Másik színnel, mondjuk egy lila virágot. Na, Muti, hol a kezed? Itt a kezed. Nagyobbat. Na, ilyen kicsit fordítsd el. Nagyobbat? Ezt? Igen. Jó. Pötyi, igen. Hát, el lehet vele szórakozni, de igazából nem olyan, mint a tovalás, inkább olyan, mint ezek a golyós ilyen filcek, tudjátok, az, amit itt csomagban lehet kapni, így mint 20-asával a Lidlben, és pontosan ilyen glitteres filcolak. Szóval erős túlzás egyébként ezt tetoválótolnak mondani, el lehet velük szórakozni. Nagyon ügyes a Liza. Csinál nekem egy karkötőt. Egyforma, mutasd ez a tiédet. Egyformák vagyunk. Karkötősök. Na és akkor most jön a legizgalmasabb. Hát ilyen utolsó ilyen kis fésztollas próbánk, amire viszont én marha kíváncsi vagyok. Ez a legjobb szerintem. Mert jó azért mindegyik tök jó, a varástól is nagyon szuper, de azt már ismertük. Ilyet viszont még sosem láttunk. Úgyhogy ezt kint fogjuk a teraszon megpróbáljuk, jó, Liza? Jó. Na, akkor menjünk le. Na, a következő. Pisztolakhoz hoztam a kutyáknak egy kis vizet. Á, nem. Szóval a következőhez hoztam egy kis vizet, ahhoz fog kellni víz. Hát ez ilyen mágikus filctól lesz, elvileg, ezt ígéri. Úgyhogy... Mi van? Jaj, de vigyázz, mert tudod, hogy nem tudod odafigyelni. Jó, hát flex az lesz a háttérben, bocsánat. Na, ezt fogjuk akkor ezeket kipróbálni. Tehát kiválasztottam kettőt, és elvileg erre a kanálra kell most itt rajzolnunk. Valamit. Te már tudod, hogy mi lesz, Liza? Nem, ugye nem? Beszámoljuk. Hát én izgulok. Hogy ez fog-e működni, amit ígért. Nem.
piros az jobbnak tűnik, mint a fekete. A fekete az nem biztos, hogy fog működni. A pirosat azt már látom, hogy az jó pofa. Feketére kicsit rásegítek. Na, és akkor most egy kicsit válni kell, vagy száradni, hagyni. Na, elvileg megszáradt, és most belemáltam a vízbe. Ó, Liza! Ajá, nem elég mély. Ó, de cuki! Kipróbálod? Igen. Nézd, lejött oda. Mint egy kis matrica. Igen. Na, várj, hozok egy rongyot, megszárítom ezt, és akkor te is tudsz rajzolni valami szépet rá. Oké. Hiszem, rajzolj valamit erre a kanálra. Húzzad! Ah, nem bírod leszedni? Ah, tessék! Jó, hogy hol adsz ezt ki? Egy kifli, vagy egy hold, vagy mi ez? Hold. Holdat rajzoltál? Igen. Jó, ez rajzolt egy holdat, akkor most várunk, hogy megszáradjon. Na, más bele a kanalat. Hát lehetett volna egy kicsit több vízünk is, igazad van, Liza. Várj egy kicsit. Kicsit döntsük meg. Ha! Jaj! Visszaragaszkodik. Visszatapad. Na, apa, aki odáll, el van ragadtat vagyok. Oké, okay, hogy ez most itt így úszik, és hogyan tudom. Na, nekem van egy cseresznyém, Lizának van egy rózsaszín négyzete. Apa meg még gondolkodik. Egy napocska. Apa annyira kreatív. Egyem a szívét. Na, még pók is lehet belőle. Sárga pók. Az tök jó, csinálj egy pókot is. Feketét. Apa csinál egy pókot nektek. Alex meg mászik. Menj oda a pipike mellé, le ne essen. Csak itt nem szabad kivenni. Nem, ez itt úszik most nekünk. Nem kell kivenni. Mert ez itt úszik. Ez az a báj. Alex! Csücs, jaj, de vagányak vagyunk. Ali, hello! Hogy lehet rajzolni? Lábai is le fognak jönni ennek a bojtnak. Na, akkor most szárítgatjuk őket. Na, más pere. Lejön? Pókocska lejött már. Aha, jön le a napocska. Aha. Jó. Azaz. Jaj, de jó. Aha. De jó. Jó, vedd ki a kanalat egy picit, vedd ki. Hát azért még nem száradtak meg. Mutasd. A cseresznyém. Ó, a cseresznyémnek lejött a tetaja. Na, cseresznye nem akar lejönni. Ránk ragadt a napocska. Meg a pók se tudott még lejönni, még nem száradtak meg teljesen. Na, rajzoltam még egy cseresznyét, az előző az még nem száradt meg. Inkább egyesével csináljuk, jó, hogy egy darab legyen, és akkor így ne legyen semmi szerintem a vízben, úgy jobb. Ezeket kihaláztuk, üres akkor a tálkánk. Jó, Liza? Igen. És akkor mindjárt megy bele a cseresznye. Száradjál meg, cseresznye. Szeretnénk úsztatni.
Na, akkor most így sorba mondjad a számokat, jó? Na, Alex, órával játszik. Liza, gyere, beleeresszük ezt a smiley-t. Megpróbáljuk, hát, ha belemegy. Jaj, de cuki vagy! Ez nagyon édes! Na, gyakoroljunk, jó? És akkor neked is menni fog. Oké. Igen? Köszönjük. Á, de cuki, köszönjük a flex alá festés, de ott megy a smiley-d. Na, még egy utolsót Lili. Megpróbálunk. Lili! Egy táskát, ami inkább ilyen lakat lett, de ez egy táska, jó? Egy táska fog itt úszni, remélhetőleg. Hol a dinnye? Ott a dinnye. Ott úszik a dinnyénk. Na, Liza? Remélem, lejött. Igen, itt a táska. Igen. Na, nagy munkában vagyunk. Lizával lecsipkedtük innen a szárazokat, ez erről a két gyönyörűségről. És kimennek oda hátrébb, hogy itt legyen helyünk. Ugye itt voltak bent, ugye így eddig itt bent. És nem nagyon férünk itt tőlük, úgyhogy ez a leander is oda kimegy a külső részlegre. Itt igen, ez vagy itt le lesz mindjárt itt. Mindjárt. Hát ahogy végzünk itt a átalakítása, de ez is innen megy ki. Lesöpröm, megy ki a leander oda a szélére szépen, és itt a komposztjárat, a kis vonat, és aki ide költözött, az egy gyönyörű szép krizantémunk, aki át, mit csinált, az áttelelt, átnyaralt, de már bimbós, és akkor még itt van kettő, szintén ilyen áttelelős krizantémunk, megjött a komposztjárat, viheted, tessék parancsolni, itt a kis vonatod. Jó, azok a krizantémok jönnek ide majd szépen föl, most az ő idejük lesz, egyik a gyönyörűségek. Ide felköltöznek szépen, és ezeket itt szépen, hortenzia is milyen gyönyörű, csodaszép. Itt ezek majd le lesznek csipkedve, hát őnek itt most így vége a szezonnak, ugye ennek a kettőnek vége itt. Akarsz egy kicsit takarítani, mert ide húzom a... Ezt fogod odébb húzni. Ja, nem, ide. És ha nem, hát ott van a luk. Úgyhogy itt ne lássanak, itt, ide. Itt, jó, mindjárt akkor lesöpröm. Posztvonatka mehet le. Jó, hát most felmosás előtti állapot, de... Meg felkötöztük a két gyönyörűséget, most a rózsaszint is felkötöztük szépen. Megcsináltuk itt az életterünket. Olyan az ősz, ugye, ilyenkor sokat tudunk itt kint lenni, Alex is tudjon majd a járógépével. Igaz, Ali? Te nagyon vagányan üldögélsz itt a padon. Lili is itt van. Ez a rész, ez itt a gyengélkedő. Ez itt már tök jól van, itt a kórházban tök jól érzi magát. De ez itt a gyengélkedő, ezek itt megfigyelés alatt állnak. Leander, ilyen nagy bokorhortenzia, még egy leander. Itt az esővízgyűjtőnk, ugye, elköltözött a Margaréta oda a sarokra. Ez itt a gyengélkedő szakasz, itt annyira sokat nem vagyunk, itt csak a szárító szokott ugye itt lenni. De itt vannak, hogy itt a szép életterünk. És akkor ezt itt most akkor Liza felmossuk, jó? Jó. Oké? Jó. Kell mutatnom a repülőjüket, ott a repülőjük. Aha, már kettő repülő is elment itt. És kettő ülnek ott, mint a moziban. Na, mosok tovább. Na, elkészítünk. Itt egy lávikó, itt egy Liza mellettem. Egy Liza, hát azt mondod, nem tudod mit csinálni, de hát azért jobb, mint volt, nem? Tök jó, lett itt helyünk, Liza. Igen. És megvárjuk, hogy felszeredjön. A padló. A padló.
Azok meg ezekkel a izékkel, karókkal. Óriás, megint jön majd egy repülő. Hallom a hangját. Óriás karók itt. Ezek csodaszépek, ezek a tölcsérjázminak. Imádom őket. Imádom, gyönyörűek. Hortenzia is ott elbújt. Aha, igen, jön a harmadik is. Nem tudom, mi ez a nagy repülőzés. Hát repülőtér. Ali ott ül és nézi a repülőket. Hát repülőtér van itt most. Igen, itt van repülőtér nálunk. Mit csinálsz, Lili? Mit csinálsz? Nem tudom, mit csinálsz? Ás, aha. Na, melyik tól tetszett, Liza, neked? Mi? Melyik tól tetszett neked a legjobban? Melyik? Hát volt a tetoválóstól, tegnap rajzoltunk táblára, volt ez a vizezős ilyen játszóstól, meg ez volt, meg a milyen, ez a varástól, tudod, ami a lámpára világ megvilágítva látszik, hogy mit írsz. Melyik tetszett? Hát a jobban a vizes. A vizes? Az tényleg elég vicces, igen. Na jó, van, hétvégi vlogocskánk végére értünk. Megyünk fürdeni, hajat mosni, aztán a gyerekek néznek egy kis Lego City-t, tehát a Lego rendőröset. Az a lányos mese, de a Noé valami rendőröset rendelt már a nektek. Jó lesz, Tisa? Neked is jó a Lego rendőrös? Igen. Jól van. A fiús. Hát... Most ezt vezetetek a fiúk. Eddig a Gabi baba házát néztetek, most akkor egy kis fiúsat is nézzetek, jó? Jó. Na jó van. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek! Sziasztok.